nehezedő gazdasági helyzetben egyre több vállalkozónak komolyabban kell tárgyalnia, felülvizsgálni az értékesítést és a beszerzéseit, és akár áralkuba bele kell mennie, ez kell egy jó stratégia, tehát folyamatosan kell azon dolgoznod, hogy megőrizd a profitodat, mert az alulról jövő infláció, ami a beszállítóit, szolgáltatók részéről jön, illetve a piacon a nyomás, ami egyre kevesebb vásárlóerőt jelent, ez a kettő összeroppanthat, hogyha nem tudsz mind a két irányba tárgyalni. Úgyhogy az egyik feladatod az, hogy például az értékesítésben fejleszd a tárgyalási képességét, amelynek az alapja a kommunikációs készség, és annak a fejlesztése. Úgyhogy nézzük meg ebben a videóban, hogy milyen területeken, milyen eszközöket tudsz használni, és ha gondolsz, szóljál hozzá, kíváncsiak a véleményedre, hogy van-e tapasztalatod ezen a területen. És amit el kell mondani az elején, hogy nem tudom, láttad, a Bud Spencernek volt egy ilyen filmje, amikor, hát még fiatal vagy gyerekkorunkban volt, amikor egy ilyen amatőr box csapatot edzett a tengerparton voltak, ha jól emlékszem, és volt ott egy nagyon cingár, de nagyon lelkes fiatal srác, és az ilyen nagyon hadonászosan ment, és neki ment bárkinek is, csak aztán egy nagy pofonnal elájult. És valahol ilyen a legtöbb tárgyalás, tehát nagyon sok vállalkozó van, aki, meg is találkozom az ingatlanos ügyfeleknél, aki eldönti, hogy ja, én alkudni fogok, én alkudozó típus vagyok, én sose veszek így, hogy teljes áron, én mindig legalább 20%-at alkuszom. És pont úgy, hogy nincsenek izmai ennek a fiatal srácnak a Bud Spencer filmben, pont úgy nincsen technikai felkészültség, és nincsenek eszközei hozzá. Úgyhogy ez az egyik legnagyobb gond, ami a tárgyalásnál van. Nagyon sokan, amikor egy ilyen tréninget tartunk, ami lesz október 1-2-n, egy kétnapos ilyen szimulációs tréning gyakorlásra, videófelvétel elemzéssel, rájönnek, hogy egyszerűen fogalmuk sincs a tárgyalásról, és megint egy másik kép jut eszembe, gyerekkorunkban a Balatonon, amikor azon próbálkoztunk haverokkal, hogy ki tud fölállni a gumimatracra, és valahogy mindig kicsúszott alulunk a gumimatrac, nem tudtunk állva maradni, legalábbis nekem nem sikerült, meg a barátaimnak se. Úgyhogy valahol ilyen a tárgyalás is, hogy kicsúszik az ember lába alól a talaj. Tehát ha eladó vagy, akkor is kell tudnod egy stratégiát követve, eszközöket használva tárgyalni, vagy ha vevő vagy. És mint vevő, ami lényeges, hogy növeld az esélyed. Tehát valószínűleg sok olyan szerződés lehet, amit megkötöttél akkor, amikor még napos idő volt, magyarul jobban ment a céged, a vállalkozásod, de most nehezebb idő van, egyszerűen kéne engedni a szállítónak, kéne adni valami engedményt, ezáltal támogatni téged. Ezért sokaknak szokatlan, és nem is szokták túl szívesen ezt fölvállalni a vállalkozók, már pedig ez ugyanolyan fontos, mint bármilyen más tevékenységed, hogy újra tárgyaljanak, alkudjanak az árba. Ez van, aki úgy fogalmazta nekem, hogy hát ez ilyen egy profi vállalkozó az nem alkuszik, meg piti dolgokon nem alkudozik. És én ebben nem értek egyet. Ha megnézed és ha ismersz multicégeket, azok bizony mondjuk egy Volkswagen egy beszállítóval 1-2 centen is alkudozik, hiába van 10x milliárdos nyeressége, vagy pontosan volt korábban, nem mondja azt, hogy jó, akkor 3 vagy 5 centtel több, vagy 10-zel, egyefene úgyis nyerünk pár száz vagy pár ezer eurót egy autón, nem mondja ezt. Tehát neked is úgy kell törekedned mostani gazdasági helyzetben, ahol szűkül a piacon elköltött pénz, ugye a gazdasági miniszter említette is, hogy nem költenek eleget az emberek, hát ez jó rész rajta csattan, mert ha nem költenek eleget vagy többet, mint régebben, a boltban már pedig elmennek vásárolni, akkor lehet, hogy neked kevesebb jut sajnos, mint magyar vállalkozónak. De újra kell tárgyalni a szállítókkal, például egy mastermind tagunk újra tárgyalta a csomagküldőszolgáltat, pontosabban keresett egy másikat, általában évente egyszer érdemes a mobil szolgáltatókat, van olyan mastermind tagunk, aki például avval foglalkozik, ez volt a fő modellje korábban, hogy energiaszolgáltatóknál alkudott ki, és összesítő árakkal hozott ki például cégeknek, akik nagyobb energiafogyasztók, jobb árat, újabb szerződést, a biztosító brókerek ugyanezt teszik, felülvizsgálják a régi biztosítást, kihoznak egy olcsóbbat, ami lehet, hogy jobb is. Tehát folyamatosan érdemes és kell is újra tárgyalni dolgokat, és hát ez persze megvan vevőként, eladóként is mind a két esetben. Aztán ott van például az autóeladás. Nagyon sok ember, akinek van autója, vagy
vagy vett autót, vagy eladott autót, tapasztalta, hogy ez nem olyan egyszerű dolog. Tehát jön a vevő, az minden fikáz, minden szar neki, te nehezen tud érvényesíteni az árat. Vagy másik oldalon vagy, te elmondod, hogy mi a problémád, kritikád, összehasonlító árakat végeztél, és így tovább a piacon nem ennyi az autó, olcsóban kéne adni, te neked csak annyi pénzre egyebek. Te arra azt mondja, a másik fél, ami vagy igaz, vagy nem, vagy beveszed, vagy nem, és ez lesz majd a fontos kérdés, a mai egyik fontos kérdés ebben a videóban, hogy téged ez mennyire befolyásol, hogy hát azt mondják, hogy van másik, vagy van, aki már úgy néz ki, hogy holnap el is viszi, úgyhogy még ma el tudja vinni, ha a teljes árat megadja. Van ilyen helyzet, amikor ez igaz, sokszor, legtöbbször nem teljesen igaz. Mit lehet ilyenkor tenni? Mennyire komolyan kell venni? És a másik az, amit én látok, hogy az emberek, amikor beszélgetnek, mondjuk egy eladó autó, vagy egy lakás, vagy bármilyen nagyobb érték, vagy egy hosszú távú szerződés felett, akkor látszik, hogy csak próbálkoznak, tehát nem akarnak igazából alkudni, nem veszik komolyan talán saját magunkat, és akkor azt kérdezik, hogy hát mi lenne, ha adna 5% engedményt, és erre egy jó eladó mondjuk azt mondja, hogy nem, jó, hát akkor megveszem. Tehát már a mi lenne, ha, vagy ahogy fölteszi a kérdést, vagy a hangsúlyban is benne van, hogy ez egy próbálkozás, de ha elég tökös legény vagy, mint eladó, akkor bizony ezt könnyen elháríthatod, és talán a legtöbbször tényleg az is van, jó, akkor bele is megy. Tehát nincs igazából stratégia, nincs előre eldöntött vonalak, vagy határ esetek meghatározva, így kicsúszik alól a gumimatrasz, belepottyansz a vízbe. Úgyhogy autóeladásnál az életed folyamán, ha 3-4-5 autót cserélsz, akkor ez több millió, akár 10 millió forint különbség is lehet. Egyébként lehet algudni akár autószalonokkal is, nagyon jó pofa az alternatíva, tehát a BATNA-nak nevezzük ezt szakmailag, az alternatíva használatával az egyik ügyfelem volt, aki azt a Mercedes vásárolt, és nem is tudom pontosan, hát nem most volt, egy pár évvel ezelőtt, kért egy ajánlatot valahol Budapesten a Papasso vagy valamelyiktől, de lehet, hogy nem Mercedes volt, bocsánat, nem tudom meg biztosan, lehet, hogy Audi volt. És a lényeg az, hogy elment Szegedre, vagy Siófokra, vagy nem is tudom, hogy hova, és utána egy harmadik helyen vette meg, mert egyre lejjebb tudta alkudni az árat, mert amikor látta a kereskedő, hogy van a másiknak egy ajánlata, nem tudom én, X-ről, akkor ő azt mondta, hogy hát akkor én tudok egy kicsit aláadni azáltal, hogy behozzam én az ügyfelet, hogy nekem az eladási normáim nőjenek, és gyakorlatilag a harmadik kereskedőnél vette meg jelentősen olcsóbban, amit az első nem adott volna meg, vagy külön-külön egyesül nem adtak volna meg. Ez a BATNA-nak nevezzük, ez a megfelelő alternatíva. És például ez is lehet egy ilyen stratégia. Csak a legtöbben úgy vannak, hogy elmennek, hát tud-e adni valami kedvezményt, nem tudok, jó, de már gyerekek bent ülnek, mászkálnak a kocsiba, már a feleség menne, mert nem tudom én, be kell még vásárolni, és már mindenki eldönt, hogy is kifizetitek a teljes árat is. Tehát ez a hozzáállás és a stratégia hiányát jelenti tulajdonképpen legtöbbször. A másik ilyen dolog lehet például, hogy főleg ingatlannál látom ezt, hogy én Ausztriában ingatlanos irodát is vezetek, és gyakorlatilag egy ilyen második lábnak tekintető, vagy inkább elsőnek, mert azért ott a bevételek magasabbak, mint más területeken. És nagyon érdekes volt látni, hogy nagyon sokan, főleg a magyar ügyfelek nincsenek tisztában avval, hogy milyen ereje van egy írásos ajánlatnak. Mondok egy egyszerű példát. Ha nem egyszer előfordult, az ügyfél azt mondta, hogy mindenképpen úgy szeretne jönni, ott van az eladó is, mert hogy ő beszélni akar vele, megalkudni akar. És mondtam, nézze, ez nem fog jó útra vezetni, mert nem fogjuk elérni a legjobb árat. De ő így szeretni, mert ő így szokta, meg egyebek. És az történt, hogy ott benyögtek egy árat, amit kértem, hogy ne kezdjünk ott el alkudozni, és erre egy határozott nemet mondott, sőt, egy jóval magasabb árat mondott az eladó, hogy minimum annyit akarnak. És hogyha az nem akarja elveszteni az arcát az eladó, akkor azon nem változtat, és nem változtatott után is. Egyszerűen nem lehetett elérni. És nem értette meg a vevő, az én ügyfelem, kevés ilyen van, a legtöbben persze hallgatnak az emberre, és végül komoly alkut tudunk elérni. Nyilván attól függ persze, hogy milyen ingatlan, és mennyire motivált az eladó, de a legtöbbször a maximumot ki szoktam hozni, azáltal, hogy írásos ajánlatot adunk. És az írásos ajánlat szemben az élő ajánlattal, amikor ott szóban vannak a viták, tartom az két fontos dolgot. Az egyik dolog az, hogy amikor szóban alkudozol valakivel, mondjuk ott van a fér feleség, mint eladó, és akkor azt mind a ketten egymásra erősítve mondják, hát igazad van, drágám, annyira nem adjuk oda.
és mondja a másik, és egymást megerősítik, és te vagy a másik térfélen, mint ellenfél, akivel játszanak. És ha viszont egy írásos ajánlatot adsz, akkor ez a foci meccs, vagy ez a mérkőzés, ez bekerül a kettőjük közé. És ha egy ilyen ajánlatot kapnak írásban, ráadásul mi adunk 5 napot vagy egy hetet, hogy gondolkozzanak rajta, tehát nem túl rövid időt, a túl rövid idő a nyomás alá helyezés az nem szokott segíteni, az a tapasztalatom, akkor szép lassan megemészték, hogy kevesebbet fognak kapni, ez idő kell ugye, hogy lejjebb vigyék az álmaikat, amit akartak már venni belőle egyebek, és az történik, hogy nem veled vitatkoznak, és nem neked mondanak nemet, hanem egymás között. Azt mondja az egyik, hát figyelj, darling, vagy drágám, vagy nem tudom, hogy szoktátok szóltani egymást, hát figyelj, de drágám, de hát azért tudod, hogy most már a gyerek is nagy, és már kéne neki a lakás, mert most nem sokáros lesz esküvő. Erre azt mondja a másik, jó, de hát azért ennyire ne adjuk már oda, mert ezért többet is lehetne kapni, láttad a hirdetésbe. Hát igen, de látod, már 5 hete nem volt senki érdeklődő. És magyarul egymás közt meccselik le. És hogy egymás közt meccselik le, egyrészt nem feléd lesznek ellenségesek, másrészt, ha lemeccselik egymás között, akkor szép lassan megszokják ezt az alacsonyabb árat. Tehát az írásos ajánlatnak egy nagyon fontos előnye az, ez a tapasztalat, hogy egyrészt nem mondanak azonnal nemet, vagy nem mondanak egy olyan limitet, amit utána nem akarnak nagyon már módosítani. A másik pedig az, hogy a mérkőzés, a lemeccselés az nem köztes az ügyfél közé kerül, hanem ő közéjük kerül. De ennek ellenére sokan azért nem fogadják ezt a tanácsot, és élőben szoktak meccselni, ugye? Hát sajnos sokszor nagy pofont kapnak. Én azt gondolom, egy tanácsadóra, aki többet tud, mint te, és többet tapasztalt, lehetséges, hogy érdemes hallgatni. Nyilván vannak jó és rossz ingatlanosok is. Aztán még érdekes, hogy most volt ezen a héten tulajdonképpen, ugye ma vasárnap van, ezen a héten volt 2 szerzős aláírásunk közjegyzőn, illetve hogy is volt, várjunk, az előző, ezen a héten volt kedden, meg pénteken is volt egy-egy, közjegyzőn, illetve ügyvédnél. És mind a kettőnél 3 menetes volt az alkú. Érdekes volt, mert nagyon sok, vagy az egyiknél 2 menetes, másnál 3 menetes. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy adtunk egy ajánlatot, mint vevők, ugye mindig azért beszélek több eszám, mert a vevőt képviselem általában, nem az aladót. Mint vevő adtunk egy ajánlatot, és arra, ami egyébként egy elég alacsony ajánlat volt, tehát nem voltunk benne biztosak, hogy ezt elfogadják, még egy pici javítási lehetőség volt benne, akár fölfelé, de és nem is fogadták, hanem adtak egy ellenajánlatot. Tehát visszaküldték átírva, hogy nem ajánlat, ellenajánlat, és odaírták, hogy milyen feltételekkel. És legtöbbször, ez 2 menet, ugye, egy ajánlat, egy ellenajánlat, ezt a 2 menettel legtöbbször az ügyfelek úgymond lezárják, tehát nem viszik tovább. A profik azok 3-4 szintre is viszik, a 3 az azt jelenti, hogy amikor visszajött egy ellenajánlat, akkor a legtöbben nem mernek, azt mondják, hogy szemtelenség, nem is tudom, miért gondolják ezt, de nem mernek még egyet ajánlani, ráadásul ott az arányra kell figyelni, hogy nem felezni kell, hanem egy bizonyos arányban érdemes adni az ajánlatot, az ellenajánlat és a mostani, és az eredeti ajánlatot közötti részben. És nagyon kevesen mennek el 3-ig, rendkívül jó eladó az, hogyha ő a 4-ig elmegy, és az 5, amikor ugye még tehát egy harmadik ajánlat ad tulajdonképpen a harmadik korrekció, vagy árat ad a vevő, az meg nagyon-nagyon ritka. És ennek az oka a türelmetlenség. Tehát vesz valaki egy ingatlant, és türelmetlen. Tehát azt mondja, ne várjuk meg az egy hetet, ne adjunk neki 3 napot. 3 nap alatt nem fő meg a virsli, vagy érted? Nem fő meg a saját levében az ügyfél. Az kell általában 1 hét. Sokszor egy hétvége, sokszor nem tudják megbeszélni férfeleség, intézményi eladónál pedig nem tudnak összeülni, vagy a menedzser éppen külföldön, vagy bármi egyéb. Tehát nem biztos, hogy jól járunk. Gyakrabban tapasztalatom, ha túl rövid az idő, akkor egy nemmel inkább lezárják, abból nincs annyira nagy baj, vagy nem fogadják el. De nagyon sokszor meglepő módon akár az első menetben elfoglalják. És tedd fel magadnak azt a kérdést, még egy ingatlannál, ami mondjuk 200.000 euróba kerül, ezt le tudod persze fordítani akár forintra vagy magyarra, de én nem tudom, én csak ebbe tudok számolni, hogy ott még egy harmadik vagy egy ötödik, ugye attól mindig nálad van a páratlan szám, menetet, mint vevő csinálná le, vagy eladóként a másik oldalon, azt mondta, hogy
még egy ezrest. És tudom, milyen érdekes, hogy ebből tud eldönteni, hogy te mennyire vagy jó tárgyaló vagy nem, hogy az 1000 euróért is egy 200 ezres ingatlannál, ahol már alkuttál mondjuk 15 ezret, most mondtam én egy számot, akkor még alkutsz tovább. Itt válik el az én tapasztalatom szerint a profi és a nem profi tárgyaló, mert igenis, ameddig lehet, elmegy a profi tárgyaló. Ezt láthatod multiknál, ezt láthatod Donald Trumpnál például, ugye ő írt erről könyvet is egyébként, a tárgyalásról és az egész üzleti hozzáállásról. De a lényeg az, hogy lehet tud dönteni, hogy te mennyire lennél, vagy mennyire vagy jó tárgyaló. És ezért van az, hogy a két menetnél maximum véget szokott érni, mert ha kap egy ellenállatot, akkor azt mondja, hát akkor elfogadom, és így elenged akár ezreket. De azért, hogyha bánna az ember, vagy még egy próbát megtenne, és mondjuk 1000 eurót, csak 1000 eurót tudna nyerni mondjuk egy 3-4 nap alatt, akkor talán megérne annyit várni. Legtöbb ember, biztos vannak kivételek, de a legtöbb ember nem keres meg 2-3 nap alatt, ez nem is kell dolgozni, és egy ajánlatot adni egy óra ráfordításra akár 1000 eurót. Tehát ezen érdemes elgondolkoznod, hogy mennyire vagy hajlandó tovább menni, vagy akár ajánlasz mást nekit, vagy akár ajánlasz részletfizetést, vagy bármi egyebet. Nagyon sokan nem merik nem mernek a komolyabb dolgokba belemenni. Úgyhogy az írásos ajánlat és a többmenetes ajánlat szokott eredményre vezetni, és mi nagyon fontos, hogy ebben ki is tudod kerülni a trükköket. Tehát amikor ilyen ajánlatot adsz, akkor ritkán van az, hogy mint a szóbelinél, hogy azt mondják, hogy de hát már van ajánlat, meg ó, ne is adjál olyan kevés, hogy úgyse fogjuk elfogadni, mert elfogadják sokszor. Tehát az ilyen trükközés, kifogások jól kezelhetők, avval, ha írásos az ajánlat. De a legtöbb erőd akkor van persze tárgyalásban, izmos leszel, nem izod a cingár srác, hogyha fel vagy készülve, például van egy alternatívád, és nem látja, érzi, és tapasztalja rajtad az eladó például, hogy te ezt mindenképpen meg akarod venni, nagyon egyszerűen látja, mert már a feleséged azt nézi, amikor megnéztétek, hogy hova rakjátok a konyhabútort, egyebek, tudja, hogy éppen a határidő miatt fontos, mert nem tudom én, a következő hónap elsején, vagy egy hónap, és ott kezdesz munkába, és muszáj valamit találni. Tehát nyilvánvalóan, ha nincs alternatívád, akkor őnála vannak az erősebb lapok. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes játszma szokott lenni, és azért ne felejtsd el, hogy amikor veszel ingatlant, akkor ott dől el annak az üzletnek a sikere, például befektetési célra vetted. De a magáncél akkor is. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ingatlanon mennyi pénzt keresel, mennyire jó üzlet, az legtöbbször a vételnél dől el. A profit nagyságát a vételnél lehet jó irányba befolyásolni, és lehet rossz irányba is. És nagyon fontos dolog, hogy kell lenni, erről volt már egy korábbi videómban szó, egy apróbb dolognál, egy szolgáltatásnál, kell lenni egy olyan kiállásodnak, hogy fölállsz, és azt mondod, oké, ha ez nem, ennyiért, akkor nem. A legtöbben nem mernek fölállni. A legtöbben, hogyha elég jó az eladó, megfizetik. Megfizetik azt, és hiába előtte eldöntötték, gondolkoztak, ja, és ebből következik egy lényeges dolog. Legyen az élő, legyen az írásba adott ajánlat, legyen az élő tárgyalás. De nagyon fontos dolog, hogy akkor vagy profi tárgy, és ezt, rágd meg ezt a gondolatot, kérlek, hogyha a másik viselkedése nem befolyásolja a döntéseidet. Nem olyan egyszerű, amiről beszélek, tehát magyarul, ha másik erőszakos, manipulál, framinget alkalmaz, tehát magyarul bizonyos keretbe helyezi, akár a saját problémáját áttolná hozzád, nagyon sok trükk létezik, tényleg nagyon sok trükk van. Ha te ennek hatására megváltoztatod a limitáradat, a céláradat és az egyéb stratégiai eszközeidet, akkor bizony nem vagy elég határozott. És ez nem avval függ össze, hogy a kiállásod az mennyire határozott, vagy erőszakos, vagy inkább az erőszakossal keverik ezt össze. Magyarországon sajnos ezt látni, hogy ezt nem én mondom, ezt egy néző írta, vagy valakivel beszéltem telefonon, a Mastermindban, hogy érzékeli akár a közlekedésben, üzleti életben, bárhol, hogy ez az erőszakos mintázat kezd elterjedni. Márpedig én nem erről beszélek. Én azt mondom, hogy legyél határozott és eltéríthetetlen a célodtól. Tehát ahogy szoktam fogalmazni, hogy legyél kedves és normális a másik féllel, a tárgyaló partnereddel, ne keménykedj vele, de legyél nagyon-nagyon határozott és kemény a célodnál. És akkor mondd valamilyen feltételt, vagy új árat, hogy ennyit, vagy annyit, megértem, én a 95-öt tudom ajánlani érte. Jó, de hát
Most már lejjebb mentem 110-ről, ez például az egyik ilyen tárgyas technikai tréning gyakorlatunk, amit október 1-2-án lesz, ott az egyik szituáció van. Nem számít. Én megismétlem újra az ajánlatomat. Azért, mert a második, harmadik menetben, akár a negyedikben is, ha eljutunk, akkor a másik elfárad. És egyszerűen szerény, nem hangos hangon. Ami persze fontos, hogy a tárgyalásnál nem szabad például megsértődni. Tehát a tárgyalásnál elkezdenek, múltkor volt egy ilyen webináriumon szó erről, hogy mi van akkor, hogyha mikor állsz föl egy tárgyalást. És azt mondta valaki, hogy akkor állok föl, hogyha sértegetnek, vagy ha sértő a helyzet, mindegy, szalol, megsértődök. És azt mondom, ez butaság. Hát ha eredményt akarok elérni, akkor mindegy, hogy a másik mit gondol rólam, az én önértékelésemet az ő sértése nyilván nem befolyásolhatja. És érdekes ezzel kapcsolatban, itt egy kis szél megjegyzést engedj meg nekem, hogy az egyik ilyen videómra, egy ilyen webinár videóra volt valaki, aki nagy mellénnyel azt írta, hogy hát egyébként a jó tárgyaló lennél, akkor jobban viselnéd a kritikát. Ne keverünk össze dolgokat, jó? Tehát amikor tárgyalunk, akkor a másikkal nekem határozottnak kell lennem, nem erőszakosnak, kedvesnek kell lennem, kompromisszum vagy megoldás, nem kompromisszum, hanem megoldáskeresőnek, és fixen ragaszkodni a céljaimhoz. De ez nem igaz, mert nem egy tárgyalási helyzet az, amikor én készítek egy videót, rászánok több órát, beleteszek egy csomó energiát, és valaki oda jön fröcsögni, vagy személyemben sérteget. Ez nem ugyanaz. És arra se kell, hogy nekem megsértődöm, egyszer kihajtom a csatornáról, hogy a személyembe sérteget. Ha pedig bármilyen vitatkozik, arra válaszolok. De ne keverd össze, mert nem mindig, amikor kommunikálsz, vagy egy tárgyalási helyzetben. Én azt gondolom, amikor el akarok adni egy ingatlant, vagy venni akarok egy ingatlant, megtörténik, ez nem egyszer, hogy nagy mellénnyel van egy osztrák. Tehát azért azt tudni kell, hogy mi keletről jövünk. Úgy, mintha jön egy román, te se úgy tekintesz rá, mint egy másik magyarra, vagy egy Ausztriából jövő osztrákra, tehát őnek is mi az ő románaik vagyunk, úgymond. És sokszor van, hogy ilyen lekezelők egyebek. De tárgyestékával mégis én nyerek, és nem sértődök meg. Nem sértődök meg, mert nem az a cél, hogy igazam legyen, hanem hogy elérjem a célomat. Nem az a cél, bebizonyítsam neki, hogy én vagyok az okosabb, elérjem a célomat. De nem ez van a csatornánál. Egy YouTube csatornát, ha például csinálsz, és ezt érdemes megérteni, ha például csinálsz egy csatornát, egy YouTube csatornát, és ott beleteszel tényleg őszintén dolgokat, megmutatsz dolgokat, magadat, bemutatod, és így tovább energiát teszel bele, akkor azt mondta, mint ha meghisz valakit egy hétvégén egy bulira hozzád, és odajön is odaszarik a szoba közepére, akkor azt ki kell dobni. Tehát nem ugyanaz a helyzet. Ez érdemes, mert az egyik hozzász, hogy összekeverte, hogy hát jobban kéne tűrni, ha profi tárgyal, vagy nem kell tűrni, mert a tárgyáshoz nincs köze. A tárgyási helyzetben sem kell tűrni, ha sértegetnek, de nem kell megsértődni. Ez nagyon-nagyon nagy különbség. Jó. Tehát, ja, és hát egyébként nagyon érdekes, hogy volt egy ilyen hozzászólás, vita, mondjuk így, nem volt, azt gondolom, hogy harc, és nagyon érdekes, hogyha fönntartod a kommunikációt, ez nem egyszer, nem kétszer, sokszor megtörtént a 1600 videóm alatt, hogy valaki egy nagyon éles, vagy akár támadó, akár ilyen leértékelő, úgy értesz hozzá, mit pofázol bele, úgy, és egy harmadik, negyedik, ha fönntartottam a kommunikációt, nem vissza megsértve, hogy te ez meg az vagy, hanem akár kérdéseket föltéve, akár egy a válaszába, vagy a hozzászó, egy dolgot kiemelve rákérdez, hogy te miért gondolod ezt, hogyan gondolod, akkor sokszor egy nagyon érdekes dolog, megfordul az egész. Most volt például egy ilyen, nem is tudom, mert végig kell néznem a hozzászólásokat, hogy hol volt, kinek a nevénél, de volt egy ilyen erősen kritikus, nem értesz hozzá, mit dumálsz, maradj a kaptafánál, így indult. Úgy végződött, hogy meghívott, hogy van több elektromos autó, csináljunk tesztvezetést meg videót. A kommunikációt, ha fenntartod, és nem, és deeszkalációs eszközöket használsz, amelyik benne van a tréninganyagunkban, akkor működhet. De nem kell bajlódni azokkal, akik hozzászólásokban, akik személyedben sértenek, és mindenféle mocskolódnak. Most is volt például egy ilyen, aki nem is volt annyira durva a videó, én válaszoltam rá, most mondtam, megmutattam ezt a hozzászólást, az a kitörölte az övét, mert nem tudom miért, lehet, hogy rájött, hogy egy gyenge pontra világítottam rá, nem tudom, vagy úgy gondolt, hogy nem tudom. Jó, tehát ez egy fontos megkülönböztetés. A munkahelyeknél például lehetnek ilyenek, és én azt gondolom, hogy amikor van egy munkahelyed,
dolgozol valahol, vagy fordítva te vagy a főnök, akkor igenis érdemes újra tárgyalni időre a szerzőst, a megállapodást. Ott például egy nagyon fontos stratégia elem az adni-kapni. Te ugye? Tehát akkor adj valamit, ha azért kapsz cserébe. Jó pár évvel ezelőtt történt, még a Magyarországon én vezettem a cégemet, azóta nem én vezettem, mondjam, Remenényi Laci az internetes cégünket, ez jó 16-8 éve lehetett. Nem is, pont a 2008-as válságban én már kijöttem Ausztriába, de még azért egyszer-kétszer benn voltam a cégben, és egy kolléganőnk, egy tanácsadó, egy internetes tanácsadó kolléganőnk mondta, hogy Isten, hát hogy megemelkedtek a akkori kamatok miatt, hogy megemelkedtek a törlesztői a lakásnak, amit vettek, és hát emiatt fizetésemelést kéne adni. És én mondtam, hogy figyelj, de oké, de azt a pénzt ki kell tenni, mit tudsz adni cserébe? És nem akarok belemenni részletesen, de az, hogyha valaki a projektet ráteszi, akkor azt nem biztos, hogy el kell egyből fogadni. Tehát a tárgyalásnál nagyon fontos lesz a munkahelyen is. És nyilván, hogyha te mondjuk alkalmazottként akarsz több pénzt kihozni, akkor már föl kell készülni arra, hogy mit tudsz te ezért többet adni. Nem biztos, hogy olyat kell egyébként többet adnod, ami neked több munka. Tehát nem feltétlenül azt jelenti, lehet, hogy egy minőségi munkát, lehet, hogy el kell mondani egy olyan dolgot, amit az adott cégben nem csinál valaki, vagy nem jól csinálják, vagy marketing, vagy plusz érték, ami örömet is szerezhet neked. Tehát a tárgyásnál az adok-kapok, mi ezt úgy tanítjuk a tananyag, vagy utcakő-járdekő stratégia, ez egy nagyon fontos dolog, milyen értéken adsz, milyen értéken kapsz, és az neked mennyibe. Mennyi az értéke neked, amiben belekerül, és mennyi az értéke neki, ha azt másról kéne megvenni, ez egy nagyon fontos stratégiai elem. És ami érdekes, hogy ott lehet alkudni, nem is hinnéd. Tehát a feleségem az, érted, egy boltba, egy Baumaxba alkudik. Mondjam, a Baumax már csődbe ment, de a Hornbach és a Hagebau az ahol szokott lenni, és például rájött arra, hogy gyakorlatilag azt mondom, a Hagebauban, vagy az Obiban, nem tudom pontosan, minden eladónak van joga, azt hiszem 5-10%-os kedvezményt adni, egy zsebükben van egy ilyen kis matrica, amit így rányom, aláírja a nevét, tudják, hogy ki az, és ráír egy 10% vagy 5%, és egyből tud annyit adni. Most, hogyha felütössz egy házat, hogy mi is tettük mondjuk Grázban, Grádkornban, akkor nyilván ez ezreseket jelent. Sok kis is okra megy, ugye. Tehát ez is egy fontos dolog. Tehát ott is lehet alkotni, nem is gondolnád. A szolgáltatóknál, az energiánál, ahogy mondtam, a csomagküldő szolgálatnál alkudott például, hiszen azt kell látnod, hogy olyan helyzet alakul ki most nagyon sok cégnél, hogy mondjuk van egy csomagküldő, akivel küldöd az ügyfeleidnek az árut, online megrendelnek, vagy nagyker, vagy mindegy. Esetleg egy ilyen fulfillment szolgáltatásod van, ami azt jelenti, hogy nem is nálad a raktár, az árut, neked csak átmegy elektronikusan a számla, és akkor ők csomagolják, kinyomtatják a számlát, feladják postára, és a futár benne van. És ez mind jól működött. Sőt, most is működik, mert nem az a baj, csak az a baj, hogy felemelték jelentősen mondjuk a szolgáltatás árát, te pedig csökkenő forgalom, vagy stagnáló forgalom mellett 10 ilyen tételed is van, mint a csomag, az energia és egyebek, aminek nőtt az ár, és egyszer megfullasz, nem tudsz. Tehát neked alkudnod kell. És a legtöbbször ilyenkor az ilyen a jó időben bekövesedett kapcsolatok fellazulnak. Ilyenkor kell nagyon figyelni, ne veszíts el ügyfeleket, és ilyenkor kell figyelni, hogy honnan, hogy tudsz szerezni jelentős kedvezményt újabb szállítóknál. Mert ilyenkor kezdenek kikukucskálni a több éves kapcsolatból a cégek, nem azért, mert tehát utcalányok ként viselkednek, hanem mert kényszerülnek. Tehát rá lennak kényszer a túlélés miatt. És ezért van az, hogy figyelj oda az ügyfeleidnél, ne vedd természetesnek azt az együttműködést, ami 5 éve megy, és amikor el fog menni máshoz, mert te nem figyeltél, hogy valaki alád ajánl, vagy elégedetlen már régóta a szállít, a vevőd, akkor meg fog sértődni, hogy hát milyen aljas és szemét, hát 10 évig itten mi jó árat adtunk neki, és akkor egyszer csak itt hagy, és elmegy a leghülyebb konkurenciához. Ebben valahol neked is felséged van a kommunikáció, ha kimaradt. Tehát most sűrűbben is jobban kell kommunikálni. A másik irányba is igaz, hogy nézd, lehet, hogy 5-10 éve vagy egy adott csomagküldénél, de most nem fogod tudni megengedni azt a luxust, hogy továbbra is a legdrágábbnál maradjál. Viszont van olyan más csomagküldő, akinek épp elég gond, hogy elég ügyfele legyen, csökkentek mondjuk a csomagszámok, ezért hajlandó neked gatyát letolni is, és akár egy nagy kedvezményt adni, ahonnan el tudsz indulni, és a régihez képest, aki emelte az árat automatikusan, és nem figyelt rád, az új pedig vadászza az új ügyfeleket, és hajlandó mindent megtenni érte, az pedig lefelé fog benni. És persze erre mondhatod, hogy jó, de akkor az szarabb egyebek, ez nem igaz. Tehát van érdekes, hogy
hogy ezek nem igazak. Nagyon sok ilyen eset volt. A legelső ilyen eset, ami történt velünk, vagy 30 éve volt, azt hiszem egy Micronics, vagy nem is tudom, hogy hívták, egy nagyon-nagyon anno a legjobbnak számít, ez a hőskor volt, számító alaplap, vagy processzort rendelt valaki szakértő nekünk a szerverünkbe. Na, az volt az első, amíg beszart. Aztán ugye a legújabb, meg egyebek, 2008-ban vettem a feleségemnek egy új Volvo-t. Életem először vettem új autót, azóta se. Katasztrófa volt, két fő darabban volt vele gond, ami azt jelenti, hogy a kormányművel volt gond, kopogott össze-vissza, és a váltó recsegett, és normális váltásnál, tehát szinkron gyűrű probléma volt. Tehát nem igaz, hogy ha valami olcsóbb, az rosszabb. Nagyon-nagyon sokszor pont ez a lényege, például egyik ilyen cég, ami most hatalmas siker, gondolom, és csomagyarul egy videót, ez action, vagy akción, így írják, ez már több ezer üzlettel rendelkezik Európában, azt hiszem Hollandiában indult el, és minden nagyon olcsó, de mindegyik jó minőségű. Tehát egyszerűen nem tudod azt mondani, és ráadásul nagyon sokszor az ilyen drága és minőségi dolgokba ráfaragtunk. Tehát megvettem, emlékszem, pár év ezelőtt a legjobb Sony Vaio laptopot, 1 millió, nem tudom mennyiért. Rossz volt, visszaküldték, kicserélték, végül visszavonták az egész sorozatot. Vettünk a legjobbnak mondott Buderus kazánt az egyik házunkba, Vastéon. Rossz volt, szar volt, azt mondta szerelő, hülye vagyok, a legegyszerűbb Junkers licencet kellett volna megvenni magyar gyártótól, az érzéketlen a porra, meg mindenre. Tehát 100 ilyen eset van, úgyhogy nézzél nyugodtan körül, ma már nem igaz, hogy az olcsóbb az rosszabb, és nem igaz, nem az a lényeg, hanem az éhesebb vevő, éhesebb eladó az lehet a fontos. Azon kezdve te tudsz jobban diktálni, de még mindig ott van a biztonságnak a régi, tehát akár vissza is tudsz menni hozzá. Aztán nagyon fontos dolog az, hogy nem bánsz agresszív emberekkel. Deeszkalációs módszereket ismersz, ez például nekünk a tananyagunknak egy része, és akkor itt a végén hadd mondjam el neked, hogy talán egyedülálló módon Magyarországon van egy olyan kétnapos tréningünk, ezt már több éve csináljuk, ahol tárgyalástechnikát tanítunk. Hogyan történik ez? Egyrészt kapsz hozzá egy olyan oktatási anyagot, videóanyagot, talán 10 órányi, vagy több, tömény kommunikáció, ami ugye a kommunikációban benne van, külön egy nagyon profi, szintén egyedülálló Magyarországon kérdéstechnikai csomag, benne van maga a tárgyalás előkészítettől, a tárgyalás alatti kommunikáció, a kifogáskezelés, benne van a deeszkalációs stratégiák is benne vannak, tehát kompletten a kommunikáció, hiszen ez az alapja, amire az épületet, mint a tárgyalás technikát fel tudjuk építeni. És van maga a tárgyalás technika, ahol nagyon sok eszközt és nagyon sok stratégiát ismersz meg. De ez az egész egy elméleti anyag, és akkor válik igazán jó tudássá, mint a síelésnél, vagy az autóvezetésnél, hogyha nem könyvből tanulsz, hanem odaülsz egy oktató mellé, vagy odaállsz a sípálya tetejére, és egy 3-4 napot oktatóval gyakorolsz, akkor beül a készségbe az, ami addig elmélet volt. És ez a tréning úgy zajlik le, Keszthelyen leszünk egyébként, egy fantasztikusan szép és szuper kaja van, nagyon-nagyon klassz helyen, a Keszthelyen, a Kristály Hotelben, ott eszünk 2 napot, és a tréning maga az úgy folyik le, hogy előre már hetekkel megkapod a tananyagokat, és meg tudod nézni a videókat többször, akárhányszor, bármikor hozzáférsz. Először érdemes megnézni, aztán autóban mész, csak inkább hallgatni, nem kell nézni többször. Tudod, hogyha egyszer hallasz, abból megmarad 10-20% talán. Ha valamit meghallgatsz 5-ször, akkor már a fele. Viszont a másik felét úgy tudjuk hozzátenni, és úgy fog tényleg beülni készségként, hogy ezt gyakoroljuk. Úgyhogy olyan valós életből vett szituációkat csapatokra osztva gyakorolunk el, ahol van egy felkészülési idő. Ugye 2 vagyunk trénerek ebben, a dr. Pető Bence, aki egyébként ugye azért doktor, mert ügyvéd, egyébként a tárgyalás technikában egy profi tréner és üzleti mentor, és én vagyok, aki a másik csapatnak segít, és mind a 2 csapatot felkészítjük. Egyszer az egyik csapat az eladó, egyszer a vevő, és különböző szituációk vannak, olyan van, hogy egy képviseletet akarsz elnyerni, mondjuk egy külföldi gyártónál, el akarsz adni egy ipari ingatlant, és van egy csomóféle helyzet még, ugye itt a viszonteladói szituációk, ami nagyon gyakorúak, ott az ár és kondíciók meghatározása, az adok-kapok, ugye a utcakörüli eszközeit dolgozzuk ki,
És nagyon meglepő szokott lenni az eredmény, mert úgy ezt is elrontottam. Jönnek rá azok, akik lehet, hogy 20 vagy 25 éve vállalkozók, és tényleg volt egy olyan részvény, például akinek egy cukrász a hálózata van, tehát tényleg az egyik legrégebbi, és azt mondta, hú, olyan biztos voltam, hogy én leszek a legjobb, és megnyerjük a tárgyást, és nem így történt, mert nem a határozottság, mármint úgy értem a csaká-csaká, tehát emlékszel erre a sovány kis gyerekre, aki a lelkesedés, vagy az erő, vagy behergeli magát, nem ezen múlott, hanem egyszerűen vele szembe egy idősebb hölgy, egy orvos egyébként, ha jól emlékszem, halkszóval használva stratégiát két fára fektette. Szóval felvesszük videóra, tehát felkészülés van, utána maga a tárgyalás adott egy limit idő, azt felvesszük videóra és kielemezzük, amit meg tudsz utána kapni. Egy hihetetlenül hatékony és tartós eredményt elérő tréning, és van egy különlegesség, ami szintén egyedülálló Magyarországon és egyedülálló érték számodra, az, hogy 70% kedvezménnyel meg tudod ismertelni a tréninget, bármikor később is. Tehát arra törekszünk, hogy nekem még egyszer kifizetned a tudást, amit megkaptál, nyilván az önköltségünket a szállodával és egyebekkel kapcsolatban ezért kérünk egy 30%-ot, de valójában ingyen el tudsz jönni, tekintetném úgy szinte a 70%-et, ezt jelenti, hogy megismételd. És azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb, hogy nekünk az az eredmény, ha tudod használni. És hát nagyon sokan vannak, akik beszámoltak arra, hogy a következő ingatlannál nem tudom, 7 milliót tudtak alkudni, mert nem dőltek be a trükköknek, hagytak időt, hogy megemészszék az eladók, utána jártak, hogy milyen, utána járt a vevő, hogy milyen helyzetben van a másik, ennek után lehetett járni egyébként. Szóval nagyon sok pozitív visszajelzés, a banki költségek lealkudásától kezdve csomó tapasztalat van. Tehát az életed egy nagy kalandja lehet, de valójában nem az életed nagy kalandja, hanem az életed nagy befektetése, hiszen ez 280 ezer plusz áfába plusz hát a szállás az jóval olcsóbb, meg a kaja, ami pluszban ott helyben fizetendő, de ami a lényeg, hogy most kapsz egy 28 ezer, magyarul 10% kedvezményt augusztusra. Ez augusztus végéig él, tehát addig tudod ezt kihasználni, ugye? Tárgyalás technika. Adunk valamit, az cserébe azt kérjük, hogy döntsd el még ebbe a hónapba, és fizesd is be. A videó alá berakom egyébként a linket, és alá a kuponkódot, amit be kell ütnöd. Ez augusztus 31-ig él, tehát augusztus végéig él, és ami a lényeg benne, hogy egy olyan 28 ezer forint plusz áfa kedvezményt kapsz, amiből, hogy az értékét utcakő járdekő, tedd a helyére, ebből vidd el a párodat egy klassz romantikus vacsorára. Itt most, ami leütere voltunk, egy ilyen klassz romantikus vacsorán, az egyik legszebb helyen Ráb szigetén, Ráb városában, egy gyönyörű ilyen gótikus épület éttermében halas dolgot ettünk, az kijön belőle bőven, úgyhogy vidd el, és onnantól kezdve ő lesz az, aki azt fogja, hogy mikor mész legközelebb egy ilyen tréningre, tehát támogatni fog. Úgyhogy most megvan ez a kedvezmény, használt ki, ugye a tárgyalásnál fontos dolog az, hogy tudjál dönteni is, tudjál viszonylag gyorsan dönteni, ezt a videót megteheted a hónap végéig él. Na hát, remélem, hogy ez a sok sztorit, és amit elmondtam, nagyon sok eszközt, ebből elkezdesz minél többet használni, mert szükséged lesz rá. Szükséged lesz rá, mert a vevőid és az eladó, tehát ahol te vagy a vevő, legyen a szolgáltató, beszállító, vagy bármi módon, egyre nehezebben fognak tudni megélni, egyre több a gond. Azért azt látszik a mastermindokban is, hogy amíg cég megy, az sem megy olyan jól, hiszen minden láncnak a végén lehetsz importőr, nagykereskedő, kereskedő, vagy gyártó, bárki, minden lánc végén valahol ott van általában, vagy egy multi, amelyik most nem megy annyira jól az autóiparnak, vagy egy magánügyfél, akinek meg nem sok pénze van most, vagy az állam, aki meg leállította a beruházások jó részét. Úgyhogy a tárgyalás technika az egyik legjobb befektetésed lehet, ez nagyjából 1 a 100, 1 az 1000 megtérülés lehet, tehát az elkötő életedben ezen tudás, amely nem egy olyan tudás, hogy emlékezned kell rá, hanem egy mindsetet ültet be, tehát egy gondolkodásmódot, ami megálltol abba, hogy visszaes a rossz és régi paradigmákba, régi szokásokba, egyből felismered és rájössz, és magadat tudod szabályozni vele. Úgyhogy egy fantasztikus buli lesz egyébként, az is szokott lenni, ez a bizonyos 2 nap, október 1-2, és egy klassz vacsora ajándékot adunk a párodnak, hogyha most eldöntöd augusztus végéig, egy 10% kedvezmény a videó alatt.
kérlek írd meg, hogy mit gondolsz, az emberi méltóságot ne próbáld támadni, amikor ki leszel hajítva a csatornáról, viszont ha hozzászólsz, viszont ha elmondod a történetedet, elmondod a tapasztalatodat, elmondod, hogy hogy mikor tudtál jól tárgyalni, vagy hol volt az, amikor úgy érzed, hogy ó, hát sajnos ezt nem tudtam elérni, és mert túl nagy volt a cég, vagy túl nagy, vagy túl gyorsan kellett, akkor írd le, hogy mi volt a probléma. Kíváncsi vagyok, és ahogy mindig meg szoktam tenni, neked is fogok válaszolni. Hiszen a valós életből hozott sztorik azok a leghasznosabbak, és a legtanulságosabbak. Na, hát örülök, hogy beszélgettünk, sok sikert, ciao.